Tavaly júliusban még vezetékek lógtak ki a Honvéd utcai bölcsőde falaiból és a mennyezetéről. Ekkor még szinte felismerhetetlen volt, hogy ebből egyszer gyermeknevelési intézmény lesz. Néhány hónappal később, szeptemberben, bár még fólia volt a beltéri ajtókon, már a kamerák is a helyükön voltak, és a kerítés is szint kapott. A munkálatokat decemberben befejezték, múlt pénteken pedig hivatalosan is átadták a már birtokba vett intézményt, amely a Kisvakont bölcsőde nevet kapta. Ezt korábban egy civil szervezet működtette két csoportszobával. A működés megszűnése után 2 évvel ezelőtt átadták az épületet az önkormányzatnak, ez pedig úgy tűnik jó döntés volt. Mi beépítettük a nyíregyházi bölcsődefejlesztési programba, ami azt jelenti, hogy nyertünk 600 millió forintot 100%-os visszanemtérítendő támogatásként, amiből teljesen felújítottuk az épületet és bővítettük is, mert hogy most már 3 csoport van itt, tehát 36 gyereket tud a bölcsőde fogadni. Felújítottuk az udvart, nagyon szép játszótér alakult ki, és arra is figyeltünk, hogy korszerűsítsük a működtetést, napelemek vannak, amelyek biztosítják a világításhoz és a melegvízhez szükséges energiát. A modern bölcsődei férőhelyek kialakítása az egyik legfontosabb pillére a városvezetésnek. A nyíregyházi szociális ellátórendszer alapellátásnak az egyik fontos pillére a bölcsődei hálózat, amely már 10 tagra bővült nyíregyházán, és nagyon fontos a szülők munkába állása szempontjából, hogy valóban legyen egy szabad választás, hogyha valaki el szeretne menni dolgozni és szeretné elhelyezni a gyermeket, akkor biztonságosan szakértői kezekbe tudhassa a gyermek gondozását, fejlesztését, ami itt megvalósult a mi esetünkben, hiszen egy nagyon stabil szakmailag és az intézmény házatot tekintve és egy stabil rendszerről beszélhetünk. Itt az önkormányzat finanszírozza a működést, és nagyon fontos az, hogy az önkormányzat nem írt elő gondozási díjat. Ez is mellett teszel a bölcsőde mellett. Közel a gyerekek 80%-a ingyenesen érkezik, mert olyan magasan van megállapítva a jövedelemhatár, hogy belefér a szülő nyilatkozata alapján. Hiszen a hasonló beruházások célja, hogy segítse a kisgyermeket nevelő szülők visszatérését a munkaerőpiacra. Mint az átadón elhangzott, a nyíregyházi déli ipari park fejlesztése 5 éven belül 5000 új munkahelyet teremt, amelynek jelentős részét fiatalok és fiatal családosok fogják betölteni. Az ő gyermekeik biztonságos elhelyezését is szolgálja majd az új önkormányzati bölcsőde.